Vásárhelyi televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A kormány 2,6 milliárd forinttal támogatja a Hódmezővásárhelyi Ipari Park két lépcsőben megvalósuló 96 hektáros bővítését, jelentette be Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter és Hegedűs Zoltán alpolgármester a helyszínen. Hegedűs Zoltán ma is ajtótájékoztatóján arra mutatott rá, hogy Hódmezővásárhely gazdasága lendületesen fejlődik. 2014 óta a városban működő 264 vállalkozás mintegy 24 milliárd forint értékben nyert pályázatot. Az így megvalósuló fejlesztések értéke meghaladja az 57 milliárd forintot. Az önkormányzat számára kiemelt cél, hogy a város vonzó befektetési helyszín legyen. Ennek egyik fontos eszköze az ipari park, ahol 117 vállalkozás működik, több mint 3500 embernek adva munkát. A cégek évente 1,1 milliárd forint helyi adót fizetnek be, és támogatják ezzel a település működését. Hegedűs Zoltán azt is elmondta, épp ezért fejlesztik most az ipari parkot. Itt elsősorban új utak épülnek, utak lesznek felújítva, közvilágítás épül ki, és a legfontosabb, az én tapasztalatom szerint, az itt megtartott vállalkozói fórumok tapasztalata szerint, valamint az itt működő cégek vezetővel való egyeztetés szerint, a legfontosabb infrastruktúrális hiányosság az internet. Ma a világban egy forradalom van, egy ipari forradalom, egy úgynevezett ipar 4.0-as forradalom. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozók számára a digitalizáció elkerülhetetlen, ehhez pedig stabil, nagy sávszélességű, gyors internetre van szükség. Jelen pillanatban ez itt az ipari parkban nem áll rendelkezésre, ez a területi operatív program keretében optikai kábleket fektetünk, és minden cég számára biztosítani fogjuk azt a megfelelő sávszélességű internet elérést, amely szükséges ahhoz, hogy a fejlődésük folyamatos legyen. Lázár János a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a kormány több mint 2,5 milliárd forinttal támogatja az ipari park közel 100 hektáros bővítését. Májusban arra szövetkeztünk, hogy a kormány a Hódmezővásárhelyi Ipari Park bővítéséhez támogatást biztosít. 2017. decemberében megjelent az a kormányhatározat, amely 2,6 milliárd forinttal támogatja azt, hogy első lépésben 40 hektárral, második lépésben pedig 56 hektárral növeljük meg a Hódmezővásárhelyi Ipari Park méretét. Két feladata van a városnak. Az egyik, hogy területet biztosítson elsősorban a helyi vállalkozásoknak, és másodszorban az ide települőknek. A helyi vállalkozások közül mindegyik vállalkozásnak, aki az ipari parkban és aki Hódmezővásárhelyen jelentős munkaadóként tevékenykedik, növekszik a megrendelési állománya és növekszik az ipari teljesítménye. Én tavaly decemberben az itteni nagy munkaadókat személyesen véglátogattam, beszéltem szakszervezetekkel, beszéltem munkavállalókkal és beszéltem vállalatvezetőkkel, többen új gyárrészleget, akár új gyárat, új termelési egységet kívánnak létrehozni, hiszen olyan megrendelés állomány van, amit a jelenlegi infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Továbbá az is elhangzott, az ipari parkot támogató egyik legfontosabb fejlesztés a várost keletről elkerülő útépítése. A 47-es út északi csomópontját az ipari parkkal összekötő út kivitelezése az idén elindul. Lázár János arra is kitért, a következő évtizedben a szakképzett munkaerő biztosítása lesz a legfontosabb feladat. Mint mondta, a kormány ezért a következő években Hódmezővásárhelyen és a többi megyei jogú városban a szakképzésbe kíván a legtöbbet investálni. Egy ötödére csökkent Vásárhelyen a munkanélküliség 2010 és 2017 között. Jelenleg a város lakosainak mindössze 2%-a nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezzel párhuzamosan az elmúlt években a közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma is folyamatosan csökkent. Mindez jól mutatja, hogy a Hódmezővásárhelyi cégek és vállalkozások mintegy 2300 munkahelyet teremtettek, az utóbbi csaknem 8 évben, emelte ki Lázár János ma az ipari parkban megtartott sajtótájékoztatóján.
Lázár János a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány legfontosabb célkitűzése az volt 2010-ben, hogy munkaalapú társadalmat teremtsen. Az elmúlt 7,5 évben 750 ezer új munkahelyet hozott létre, így Magyarországon az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség európai összehasonlításban, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a foglalkoztatás bővüléssel párhuzamosan a minimálbér 74 ezerről 138 ezer forintra emelkedett. Az eredmények nem csak országosan, hanem helyi szinten is látványosak. Hódmezővásárhelyen a rendszerváltás óta nem volt ennyi munkahely. Ma mindenkinek van munkája, aki dolgozni akar. Ez azt is jelenti, hogy több mint 4 millió 500 ezer ember kerül foglalkoztatásra ma Magyarországon. Ennek a folyamatnak az eredménye az, amire alpolgármester úr, ügyvezető polgármester úr utalt, hogy a rendszerváltozás óta soha ennyi munkahely nem volt Hódmezővásárhelyen, és 2% lett 2017. decemberére Hódmezővásárhelyen a munkanélküliség aránya, országosan pedig ma már 4% alatti a munkanélküliség, kezdtük több mint 10%-os munkanélküliséggel a közös munkát. Tehát mi munkaalapú társadalomban, munkahelyek teremtésében és a munkát biztosító vállalkozások támogatásában gondolkodunk. 2010. decemberében több mint 2900 álláskereső volt a városban. Ez a szám 2017. decemberére 617-re esett. A közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma is folyamatosan csökkent, a helyi cégek mintegy 2300 munkahelyet hoztak létre, ismertette Lázár János. Már leadta ajánló szelvényei egy részét ma délután Hegedűs Zoltán alpolgármester a helyi választási irodában. A polgármester jelölt összesen 2018 aláírás nyújtott be. A február 25-i időközi választáson a jelöltek nyilvántartásba helyezéséhez 300 érvényes ajánlásra van szükség. Szeretnénk átadni 2018-ra ajánlót. Nem, szépen köszönjük. Hétfőn kezdte el gyűjteni Hegedűs Zoltán, a Fidesz-KDNP közös polgármester jelöltje az ajánlásokat, és 3 nap alatt több mint 2000 darabra tett szert. Nagyon szépen köszönöm mindazok számára, akik megtiszteltek a bizalmukkal és az ajánlóivat aláírták. Köszönöm szépen mindazoknak a segítségét, akik az ajánlások összegyűjtésében segítettek a számomra. Bízom benne, hogy még nagyon sokan adják a nevüket és a támogatásukat ahhoz, hogy február 25-én a választáson ez a városvezetés, ez az irány, ez a lendület megmaradjon az a várospolitika, amelyet Almás István képviselt. A helyi választási iroda munkatársa elmondta, a február 25-i időközi helyhatósági választáson a jelölteknek 300 érvényes ajánlásra van szükségük. A holnapi nap folyamán, holnapi nap reggel le fogjuk ellenőrizni az ajánlásokat, hogy érvényesek-e. Ha 300 érvényes ajánlás megvan, ezt követően a helyi választási bizottság fog döntést hozni a jelölt nyilvántartásba vételéről. Az ajánlóíveket a mai napon a polgármester úr, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjeként hiánytalanul leadta. Az időközi helyhatósági választás egyfordulós lesz, választási küszöb nélkül, amelynek éppen ezért nagyon egyszerű a rendszere. A részvételi aránytól függetlenül az a jelölt nyer, aki a legtöbb érvényes szavazatot szerzi meg. Az önkormányzat idei költségvetésének megtárgyalása előtt nagyszabású konzultációs sorozatot indít, hogy felmérje a hódmezővásárhelyi gazdasági és civil szervezetek igényeit a város anyagi erőforrásaival kapcsolatban. A Tarjáni Olvasókörben ma délután az olvasókörök vezetőivel találkozott elsőként Hegedűs Zoltán alpolgármester. Olvasókörökkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel szervezett konzultációt Hegedűs Zoltán a 2018. évi költségvetésről. Az elkövetkező 10 napban 10 csoport képviselőjével tárgyal majd a kérdésről. Ma a Tarjáni Olvasókör épületébe várta elsőként valamennyi vásárhelyi olvasókör vezetőjét az alpolgármester. Nagyon sok mindenkit szeretnék meghallgatni, a vállalkozóktól egészen az egyházakig, vagy az iskoláktól a civil szervezetig. Jelen pillanatban 2 olyan pályázata van Hódmezővásárhelynek, amely az olvasókörök, illetve a civil szervezetek támogatásában nagy lehetőséget biztosít. Az egyik az úgynevezett CLLD nevű pályázat, amelyet hamarosan alá fogunk tudni írni a támogatás szerzésére, 400 millió forintos pályázat. A másik pedig a területi operatív program keretében egy közösség szervező úgynevezett soft program,
ebben 150 millió forint áll rendelkezésre. Mind a két program 4, illetve 5 esztendőn keresztül egy hosszabb projektet jelent. A pályázati forrásokból elsősorban az olvasóköri épületek megújítására lesz majd lehetőség, tájékoztatta az érintetteket az alpolgármester. De a konzultációs alkalmon az olvasóköri vezetők is megfogalmazhatták igényeiket. Új Kishomokon, illetve Öreg Kishomokon például nincs olvasóköri épület. Számukra az 1 millió forintos önkormányzati telkek mellett épülne meg egy új közösségi épület, illetve játszótér. De a belvárosi olvasókör is kinőtte már a 200 fős tagságával a jelenlegi épületet. Ők valószínűleg az Zrínyi utca 9 szám alatti frissen megvásárolt önkormányzati épületet kapják majd meg, ha így dönt a közgyűlés. A Sóshalmi olvasókört a közelmúltban felújították, így ők rendezvényeik mellett kerítés építésre várnak forrásokat a költségvetésből. És egy nagyon szép új fakerítés kapott a felújítás során az olvasókör, de nem fért bele a költségvetésbe ennek az állagmegóvás, vagy alapozó festés kapott, de felületvédő festés nem. És a költségvetésben a legszerényebb összeg 1,5 millió forint volt. Ezt önerőből egyedül nem tudjuk megcsinálni, majd ehhez keresünk valami megoldást. Pályázattól már próbálkoztunk, de nem nyertünk. Most újra pályázunk, és ha sikerül valamekkora összeget kapnunk, de nem fedezi, ami szükséges, akkor majd a saját erőnket és a város segítségét kérve próbáljuk ezt megoldani. Valamint bővíteni szeretnénk a villamos áramellátás kapacitását, mert a jelenlegi egy fázisú, a nagy rendezvényeket nem tudja ellátni, aggregátort kell bérelnünk, hogy minden működjön, amikor ilyen rendezvényeink vannak. A következő alkalommal a város szerte felújított orvosi rendelőkben dolgozó házi orvosokkal, 11 praxis tulajdonosaival konzultál majd az alpolgármester. Február 15-én a közgyűlésen tárgyalja majd a város képviselő testülete a 2018-as költségvetést. Ekkor válik véglegessé, hogy az egyeztetéseken elhangzottakból milyen elképzelések, igények valósulhatnak majd meg az idén. A kelet-magyarországi régió is felkerülhet az idegenforgalom térképére, fogalmazott Lázár János a makói hagymatikum gyógyfürdő bővítésével kapcsolatos sajtóbejáráson. A kormány december 29-én döntött arról, hogy mintegy 9,5 milliárd forinttal támogatják a Makovec tervek alapján megvalósuló beruházást. A Makona tervezőiroda a kiviteli terveket várhatóan márciusra készíti el. Ezt követően írhatják ki a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre, amely jövőre indul. A beruházás pedig 2020 végére fejeződik be, hangzott el a makói fürdő mai sajtóbejárásán. Családi és élményzóna, 3 fedett csúszdával ellátott csúszdatorony, valamint napozó teraszos nyári öltöző is épül, kialakítanának egy ételudvart látványkonyhákkal, és a fürdőt kültéri élményelemekkel ellátott zöld felületekkel is bővítik. A kormány arról döntött még 2014-ben, hogy a 20. század legnagyobb magyar építészének, Makovec Imrének állít emléket. Ennek jegyében a Kárpát-medence tucatnyi helyén folynak beruházások, Makovec Imre álmainak megvalósítása céljából. Az egyik nagy álom volt a makói fürdő, amelynek a folytatásához és az eredeti tervek megvalósításához nyújt a kormány egy jelentős támogatást. Több beruházás valósul meg egyszerre. Egy fürdőbővítés, ami ma is nagyon jól működik, egy nagyon látványos turisztikai attrakció, egy fedett úszodaépítés, amely a kistérség minden gyereke számára azt biztosítja majd, hogy ingyen megtanuljanak úszni, és a második ütemben reményeink szerint egy jelentős szállodafejlesztés is megvalósul, hiszen egy új turisztikai célpont születik ezzel itt Kelet-Magyarországon. Kiderült, a Magyar Turisztikai Ügynökség becslése szerint újabb szállodákra, akár 1000 férőhely kialakítására is szükség lenne a jövőben Makón. Az országgyűlési képviselő kifejtette, az élményzóna és a csúszdapark építésével a fürdő működtetése nyereségessé válik, az úszoda üzemeltetés veszteségét pedig a kormány mérsékli. A 6 éve megnyitott fürdőnek köszönhetően az elmúlt időszakban bővült a kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátóhelyek száma a városban. Cáfolta a Le Grand Magyarország ZRT, hogy politikai okok miatt bocsátották volna el Márki-Zay Pétert, az ellenzéki pártok támogatását élvező polgármester jelöltet. A cég közleménye alapján a Le Grand csoport a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetéséről üzleti és szakmai szempontok alapján még tavaly októberben döntött. A vezetőség a gazdasági racionalitást, a szakmai tudást, az emberi hozzáállást és a teljesítményt értékeli minden esetben, így történt ez Márki-Zay Péter esetében is. Az elbocsátásról szóló döntése tehát akkor került sor, amikor Hódmezővásárhely polgármesteri tisztségét még Almási István töltötte be. Ezt a vállalat
igazolni is tudja, és ezzel a Le Grand az ügyet lezártnak tekinti. Család, munka, sport, ez az élet három alappillére Hernádi Gyula számára. A Hódmezővásárhelyi Teniszklub létrehozója és elnöke tavaly decemberben kapta meg a Gyenes Kálmán életműdíjat sportolói és sportszervezői tevékenységéért. A szülésznőgyógyászként is ismert Hernádi Gyulával ebből az alkalomból beszélgettünk. A szegedi születésű Hernádi Gyula, habár 10 éves kora óta sportol, komolyabban gimnáziumi évei alatt vetette bele magát a versenyzésbe. A Radnóti gimnáziumban kezdett kézilabdázni, amelyet egészen 29 éves koráig versenyszerűen űzött. Az ekkor már polgári foglalkozását gyakorló szülész-nőgyógyász egyre gyakrabban érkezett sportsérülésekkel munkahelyére, így döntési helyzetbe került. Vagy az orvosi pályát adja fel, vagy a sportot. Az előbbi mellett döntött, de a sportot sem szerette volna mellőzni. Így látogatott el a vásárhelyi teniszpályára, legelőször a 80-as években, azóta is rendszeresen játszik. 1997-ben alapította meg a Hódmezővásárhelyi Teniszklubot, amely az itt folyó 20 éves szakmai munka eredményeként nyerte el mai rangját. Munkájáért az elmúlt év végén Gyenes Kálmán életműdíjjal jutalmazták. Nagyon örültem neki, egyrészt meglepett, másrészt nagyon megtisztelő az elismerés. Igazából ezt nem is a saját elismerésemként fogom fel, hanem a Vásárhelyi Teniszklub közösségének az érdeme, hogy ilyen díjat kaphattam, ebben részesültem. Ez egy szép díj, akiről elnevezték. Gyenes Kálmán nekem egy régi jó ismerős, egy kitűnő fotoriporter, nagyszerű ember volt. Ez külön büszke vagyok rá, hogy a ő nevét viselő díjat kaptam. Hernádi Gyula stábunknak terveiről is beszélt. Az orvoslás továbbra is folytatja majd, a teniszklub élén pedig az amatőr és versenysport szervezése mellett az utánpótlás nevelésre helyezi a hangsúlyt. Célja, hogy újra 100 fölött legyen a klubba járó fiatal teniszezők létszáma. Szeretné továbbá, hogy újra erős másodosztályú csapata is legyen a klubnak, illetve a közeli tervek között szerepel a klub infrastruktúra fejlesztése, a lelátók korszerűsítése, illetve a terasz felújítása. Alap elképzelésem a munka, család, sport, ez a három oszlop, ami a pillér, ami az életemet meghatározta. Továbbra is szeretnék sportolni, amennyiben kisebb-nagyobb sérüléseim engedik, akarok játszani rendszeresen, hetente 2-3-szor, és arra is külön büszke vagyok, szeretném említeni, hogy ez a sportszeretet, ez a családomat is áthatotta. Nálunk mindenki sportol valamilyen szinten, van, aki inkább csak fut, de a gyermekén például teniszeznek, és méghozzá eredményesen és jól teniszeznek, és ameddig a klubközösség igényt tart rá, hogy segítsem és vezessem, azt megteszem. Ez persze egy önkéntes társadalmi munka, szívesen vállalom, van mit építeni még, van miért dolgoznunk. A Hódmezővásárhelyi Teniszklub alapító elnöke elmondta, a Dél-Magyarország című napilap által alapított díjért az egész tagságnak hálás, amit a közösségi munka számára adott elismeréseként értékel. Kedves nézőink, a híradó végéhez értünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Csütörtökre virradó éjszaka is marad a zárt felhőtakaró. Gyenge eső kialakulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge marad. 3 fok körül legalacsonyabb értékek várhatóak. Holnap is marad a túlnyomóan erősen felhős borult ég, de számottevő csapadék nem lesz. A hőmérséklet maximuma 8 Celsius fokig emelkedik.